Van mire büszkének lennünk. Olyan erős és hagyománytisztelő nemzetünk van, amelyhez fogható nincs még egy a világban. 1000 éves múltunkra mindig támaszkodhatunk, és bízhatunk abban, hogy ezek a gyökereink a jövőnk gyarapításában is segíteni fognak. Hitet adnak nekünk az ilyen nehéz, vészterhes időkben is, mint amiben most élünk. A magyarságot megedzették az elmúlt évszázadok kihívásai, akár a háborúk, a természeti csapások, járványok vagy idegen megszállók. A magyarság mindig felülemelkedett, és ez így lesz most is. Az elmúlt években megküzdöttünk a betegségek okozta fizikai és lelki csapásokkal. Most benne vagyunk, és előttünk állnak még gazdasági kihívások, komoly nehézségek, de ezeket is le fogjuk győzni. Mert van egy erő, amely mindig segített ebben bennünket. Merről azt gondolhatjuk, hogy néha alább hagy, vagy háttérbe szorul. Ez az erő, ami minket megvéd a külső veszélyektől, és megtartja a magyart, és megtartja az öskői embert. Ez az az erő, amely most is segíteni fog bennünket. Szent Istvántól örököltük, aki a viszályok, a széthúzás helyett a közös utat választotta. És jól döntött. Nélküle mi sem lehetnénk ma itt. Ez az erő a közösség ereje. Szükség lesz rá talán jobban, mint eddig bármikor. Az a jó hír, hogy ez az erő mindannyiunkban benne van, hisz itt vagyunk. És köszönettel és nagy tisztelettel emlékezzünk meg azokról az őseinkről is, akik szűkebb otthonunkat elkezdték építeni. Hazájuknak választották, és a mi hazánknak választották. Hogy legyen, hol boldoguljon a jövő nemzedéke. 1082, 2022, 940 év. Öskü megmaradt, és az út még hosszan kanyarog előttünk. Van mit tennünk, de a legfontosabb, hogy megtartsuk a közösséget. S ha nehéz időkben elbizonytalanodunk, nézzünk fel a kerek templom állandóságára, a bakonyi erdők örökké valóságára, és meg fogjuk érezni, hogy nincs mitől tartani. Itt voltunk 1000 éve is, és itt lesznek a jövő generációi is, még legalább ennyi ideig. Boldog születésnapot Magyarország, boldog születésnapot Öskü! Történelmi helyen állunk, történelmi időkben. Ma, amikor államalapításunk ünnepét tartjuk, nem csak a magyarság évezredes történetét fontos felidéznünk, hanem szűkebb otthonunknak számító település és benne élő közösség történelmét is. Öskü ebből a szempontból méltán lehet büszke múltjára. A térképen egy kicsiny Bakonyhoz közeli településként van jelölve, mégis mi, akik itt élünk a környéken, jól tudjuk, hogy mi mindent láttak, tapasztaltak ezek a dombok, mezők. Meg annyi véres harcot, meg annyi dicső pillanatot. Ugyanezeken a földeken telepedtek le az első magyarok, és ősbőr vezér irányításával itt kezdték el a gazdálkodást, alapítottak családokat, hogy aztán generációkon át, sokszor a kilátástalan helyzetben is túlélve, virágozzon ma is a település. Hiszen megpróbáltatásban bőven volt része az ősöknek. A török idők harcai a település sorsát kedvezőtlenül befolyásolták, hiszen 1535 körül elnéptelenedett. Újra telepítésére mindegy 200 évvel később, 1704-ben került sor az icsi grófok kezdeményezésére, de sajnos sikertelenül. A kuruc idők viharai az itt letelepenni szándékozó németeket könyörtelenül elsodorták. Azonban 1718-ban a felvidék területéről érkeztek családok, akik otthonává vált ez a gyönyörű vidék. Éppen ezért augusztus 20-a nem csupán Magyarország államalapításának ünnepe, hanem minden olyan kisebb és nagyobb közösségnek is a saját megemlékezése, akik már a kezdetektől építik és ápolják azt az egységet, amit úgy hívunk magyarság. Gondoljanak bele, tisztelt hölgyeim és uraim! Több mint 1000 évvel ezelőtt, amikor Szent István királyunk hosszú és nehéz küzdelmek árán megszilárdította hatalmát, ezzel együtt megalapozta keresztény államunkat,
Ezen a vidéken már virágzó közösségek éltek, az önök elődei. Minden bizonnyal nekik is voltak maguk nehézségei az életébe. Nekik is keményen meg kellett dolgozni a boldogulásért, biztosítani gyermekeik jövőjét, de ugyanúgy emelt fővel néztek szembe a kihívásokkal, a bizonytalan holnapból pedig kiszámítható jövő lett. Habár az államalapítás kora egy másik világ volt Magyarországon is, mégis vannak olyan dolgok, amik ezer évvel elteltével sem változtak. Ezeket pedig magunkban kell keresni. Ma is számos nehézséget gördít elénk a sors, néha ismét homályba burkolózik a holnapunk, de ahogy elődeink, úgy mi sem riadunk vissza ettől. Hiszen ezer év alatt már bebizonyítottuk számtalanszor, hogy milyen kitartóak és milyen bizakodóak vagyunk mi magyarok. Önök őskülyek, szerencsések, hiszen településük annyi történelmi emléket őriz, ami nem egyszer vetekedhetne más nagyobb városokéval is. Sok emberi sorsot ismerünk innen, olyanokat, amelyek tanulságából merítve ma könnyebben lépünk át az akadályokon. Talán a hétköznapokban nem mindig jut eszünkben, de valójában nagyon fontos mindaz, ami közösségünkben körülvesz minket. A történetek, az emberi kapcsolatok, a közös gondolkodás, és még hosszan sorolhatnám mindazt, ami emberré tesz minket. Hogy őskű közössége ilyen erős és összetartó, egy olyan közösség, akik ápolják a közös magyar hagyományainkat, mégis előre tekintenek a jövőbe, ez segít abban, hogy legyen bármennyire is zivatalos a világ, amiben élünk, tisztán tekinthessünk a jövőbe, egy virágzó, sikeres Magyarország jövőképe felé. Ünnepel téged, Szent István a néped, csillagunk lettél, s leghívebb atyánk. Szellemet pajzsunk, mellyel most is véded, békés hazánk a veszélytől. Honban él, szent hitünk óvja, oldhatatlan hűség, mely jósbal sorsban bízik és remél. Szent jobbot őriz, síven összetart, évezred jó magyart, évezred óta védi a magyart, szent jobbod őriz, síven összetart, évezred óta minden jó magyart, évezred ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.
A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Egy nagyon szép hagyomány, szokás, amikor az érkező vendégeket kenyérrel és sóval köszöntik. Gyakorlati és szimbolikus jelentősége van ennek a gesztusnak, mivel a kenyér és a só alapvető létszükségletet is jelent, barátsággal, szeretettel azt is jelenti, hogy befogadom az életembe a másik embert, és kifejezem azt is, hogy fontos az élete az én számomra is. Felolvasott igénkben Jézus arról beszél, hogy mik vagyunk, illetve mivé kell lennünk az emberek között ebben a világban, az emberek javára és Isten dicsőségére. Só és világosság. Enélkül nincsen élet. Csipetnyi só, kevés világosság, kicsiny fény világosság. Ez a mi küldetésünk. És nem kell mindenkinek rendkívüli hősnek lennie. Nem is lehet. Csak csipetnyi só, kicsiny fény világosság. Hiszen a só erőt jelent, képes áldozatot hozni, feloldódik, de ott van, ízt ad, örömöt, szépséget, vigasztalást. A mindennapi kenyérben is ott van, az életben ott van. Isten felhasznál minket ezért a világért tenni. A fény iránymutató bátorságot, biztonságot ad. Jót kell cselekedni. De ki az, aki motivál bennünket? Ki az, aki példát ad? Számunkra Jézus az, ami Urunk és megváltónk. Jézus az élet kenyere, a világ igazi világossága. Ugyanakkor ítélet alatt is vagyunk. Ezt is tudnunk kell, és vigyáznunk kell. Ítélet alatt vagyunk, ha ízét veszti a só, ha fényét veszti a lámpás. Ez azt jelenti, hogy van ilyen veszély, hogy önmagunkat is elvesztjük, önmagunk küldetését is. Ha elfeledkezünk a Teremtőről, ha elfeledkezünk a megváltó Úr Jézus Krisztusról, ha elfeledkezünk a megszentelő Szentlélekről. Tehát ne legyünk feledékenyek. Soha ne feledkezzünk meg tehát hazánkról, ne feledkezzünk meg egymásról, ne feledkezzünk meg a mindennapi kenyérről, a magunk és mások kenyeréről. Mert Istentől kaptuk ezt a küldetést, Istentől kaptuk az otthonunkat, népünket. És éppen ezért tartozunk hazánknak is, népünknek is, az egyháznak is. Felelősséggel, hűséggel, szeretettel, áldozattal. A küldetésünk tehát az, hogy az ízetlenné vált életnek ízt adjunk. Hiszen nagyon sokan úgy élik meg az életüket, hogy ízetlenné vált az. De mennyivel szebb az olyan élet, amely ízes, amely örömteli élet, hittel és reménységgel telve. És még röviden a harmadik képet megemlítem, mert volt ugye a só és a világosság az igében, a harmadik pedig az igében a hegyen épített város, ami nem rejthető el, látható, tehát legyetek láthatóak, öskün is. És nekünk most öskü a hegyen épített város. Öskü a hegyen épített város mindazzal, ami jelenti öskült a számunkra. Anyagi dolgokkal, épületekkel, közösségekkel, emberekkel, természettel egyaránt. Végül szívünkre helyezve
azt a buzdítást, jót cselekedjetek, mondja az ige, mondja Jézus, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Igazából ezt magunkkal vihetjük, az államalapítás ünnepén is, a kenyérszentelés ünnepén is, hogy a küldetésünk hálát adni, és jót cselekedni egymás javára és Isten dicsőségére. Kegyelem néktek és békesség legyen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk Istennek igéjét, ugye, mint írva található Pál korintusiakhoz írott első levelében, a 10. fejezetnek a 16. és 17. versében eképpen. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, melyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy a világon van-e még olyan nép, amely annyira tiszteli a kenyeret, hogy ünnepet szentel neki, mint a magyar. Mi ünnepeljük az új kenyeret, és az új kenyér nem egyszerűen egy világi ünnep, hanem összekötődik az egyház ünnepével. Összekötődik az első királyunkkal, összekötődik az egyházunkkal, a kereszténységünkkel, a hitünkkel, hiszen az úrvacsora kenyere a legszentebb sákramentum a mindannyiunknak, az úrvacsora bora, ami Urunk kiontatott vérének jelképe, a mindennapjainknak a legegyszerűbb, mégis legszakrálisabb, legcsodálatosabb momentum. Most, amikor egy kenyérből részesülünk, együtt ünnepeljük az új kenyeret, az új életet, én úgy gondolom, hogy hívők és nem hívők, de mégis minden magyar embernek megdobban a szíve. És egy kicsit átérezzük azt, ami a Psalmus Hungaricusban leíródik, hogy mindegy, hogy milyen ember, csak magyar legyen. Mindegy, hogy mit gondol, mindegy, hogy milyen bűnei voltak, mindegy, csak találja meg velünk az egységet, a közösséget. Oly nagy szükség van a mai világban erre. És óriási lehetőség az új kenyér ünnepe. Augusztus 20-a, Szent István, alkotmány, bárhogy nevezitek. Egy ünnep, ahol egyek lehetünk. Egy ünnep, ahol nem arról beszélünk, hogy mi az, amiben különbözünk, hanem mi az, ami összeköt. És úgy áldja meg az Úristen ezt a kenyeret, és úgy áldjon meg mindannyiunkat, hogy ne csupán étel, de élet legyen. Egy új élet, egy közös élet, hitben, szeretetben, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére, és ami magyar hazánk mindenek felett való javára. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. Legyen ez mindenek felett, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, a mi hazánkban, Magyarországon, a Kárpát-medencében. Amen. Hallgassuk meg a következő részletet Szent János evangéliumából. A zsidók megkérdezték Jézustól, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe. Azt tetszik Istennek, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták. Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe. Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja. Égi kenyeret adott nekik. Jézus erre azt mondta. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből, és életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá. Uram, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön,
többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Kedves testvéreim, akkor, amikor az új kenyeret megáldjuk, akkor nem egyszerűen csak arra tekintünk, hogy valami ételt, a mindennapi kenyeret áldjuk meg. Nem arra tekintünk államalapításunk ünnepén, hogy azoknak az embereknek kérjük az áldást, akik ebből a kenyérből esznek, hanem fel kell, hogy hívjuk mindnyájunknak a figyelmünket arra, hogy mi is a kenyér. Táplálék. Táplálék nélkül nincs élet. De hogy mi minden kell az emberi élethez, nem csak a földi táplálék, hanem kell, szükséges, muszáj, hogy mindannyian a lelkünket is tápláljuk. Hiszen mindannyian test és léleknek az egysége vagyunk. Egy elszakíthatatlan egység. Szükséges, hogy mind a kettőt tápláljuk. És akkor, amikor augusztus 20-án hazánkra tekintünk, a múltunkra tekintünk, és a jövőre nézünk, akkor nem valami megfoghatatlan közösségre kell gondolnunk. Nem arra kell koncentrálnunk, amit úgy nevezünk magyarság, amit úgy nevezünk, hogy magyar ember, hanem saját magunkra. Mert a magyarság, a magyar haza, az mi magunk vagyunk. Mi itt élő emberek. És ahhoz, hogy megmaradjunk itt, Európa közepén, középpontján, ahhoz nem valami megfoghatatlan közösséget kell szolgálnunk, hanem ott kell lennünk, ahol vagyunk. Ott kell élnünk, ahová az Isten elküldött minket. És ehhez mi kell? Az kell, hogy mi magunk rendben legyünk. Mi magunk saját magunkat tápláljuk. A kenyérrel, a testünket, és mi magunk tápláljuk a lelkünket az Istennel, a hívő közösségeinkben, azokban a hívő közösségeinkben, amiben az Isten meghívott mindannyiunkat.